Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Pincerendszer, beszakadt a posta előtti tér egy része. Tömegközlekedés, visszafizetik a helyközi szolgáltatók a januárra megváltott diákbérletek árát. Együttműködés, a Barcsai Jenő általános iskola segít a Petszert József szakgimnázium és szakközépiskolának a központi felvételiben. Beszakadt a post előtti park egy kis része kedden, amikor a díszkivilágítást szerelték le a területen. A város alatt húzódó pincerendszer húzódhat a park alatti részen, aminek vizsgálatát tegnap megkezdte a Pest megyei kutatómentőszolgálat egy rútkamerával. A vizsgálat végéig a rendészek a területet elkerítették a balesetek elkerülése érdekében. Ma már talán kevesen tudják, de Szentendrén a bor kultúrának évszázados hagyománya volt korábban. Az 1882-es filoxéra járvány kezdetéig Szentendre és környéke külföldön és belföldön is híres volt, kiváló minőségű borairól. A rácűrmös és a kadarka hosszú ideig volt a város büszkesége. A híressé vált bor megkövetelte a szakszerű tárolást. Így alakult ki a 18. század végére a máig megfigyelhető belvárosi, több mint 10 kilométer hosszú pincerendszer, mely jól érzékelteti az egykori bortermelés és borkereskedelem mértékét. Habár az eltelt több mint egy évszázad során ezek egy részét betömték, illetve teljesen elhanyagoltá váltak, maradt közülük jó néhány olyan, ami épségben van. 2015-ben az Izbégi iskola diákjaival és Majnekné Horváth Katalin történelem tanárral jártunk az egyik pincében, amit Benkovics György mutatott be stábunknak és a tanulóknak. Tanórák során gyakran tapasztalom, hogy a gyerekek helytörténeti tudásában olyan fehér foltok vannak, és hát én azt hiszem, hogy egy történtanárnak hát eredendően kötelessége az, hogy ne csak a tankönyvi anyagot tanítsa meg, hanem a lakóhelynek a történelmét is, ismertesse meg a gyerekeket, és hát ezért jött létre a helytörténeti szakkör, indult el szeptemberbe, amely keretén belül ilyen nevezetesebb épületeket keresünk föl, és így jutottunk ide ehhez a pincéhez, hiszen köztudomású, hogy Szentendre város alatt szinte egy hatalmas pincerendszer húzódik, és hát az egyik legszebb pinceszelvény az a pince rész, ami az egykori egészségház alatt húzódik. A városunk alatt lévő több kilométer hosszú pincerendszer sajnos veszélyt is jelent, mivel ezen pincék nagy része elhanyagolt, bármikor beomolhat a föld felette. 2015-ben a Péterpál utcában két évvel korábban egy szentendrei iskola előtt parkoló autó alatt szakadt be az útburkolat. Akkor egy 4 méteres üreget találtak. Az autón kívül egy villanyoszlop is métereket zuhant. Szakértők szerint korábban is történt már hasonló eset Szentendrén. 2011-ben a Dunakorzónál szakadt be az úttest. A lyuk alatt akkor szobányi üreget találtak. Elméletileg ugye már nem szabadna Szentendrén feltáratlan pincének lenni, de hát ez csak az elmélet. Egy olyan város, ami a 13 kilométer pince van, illetve ennyit térképeztek föl valamikor a 70-es években, amikor az úgynevezett magyarországi pinceprogramra bekerült Szentendre is. Az öreg emberek még emlékeznek rá, hogy Pécset szakadt be egy teherautóval, amikor a 70-es évek közepén végén, és utána Eger-Pécs-Szentendre elindult egy ilyen program. Ez a program körülbelül 8-10 éves volt, és gyakorlatilag a pincék helyreállítás, először a feltérképezések helyreállításáról szólt. De hát, hogy mondjam, olyan ez, hogy itt különböző korszakokban létesültek pincék, amelyek eltűntek. A filoxéra után
az 1800-as évek végén, ugye Szentendrén ezek a pincék használaton kívülre, vagy más használatba kerültek, igaz, az a Szamárhegyre, a Paprikahegyre és egyebben. Részben lefalaszták, bedőltek, a 60-as években sokba a szennyvízbe lefolyt. Tehát, hogy mondjam, pura, ebből adódóan nem nagyon lehet tudni, már a térkép, illetve lehet tudni a térképek alapján, de mindig előkerülhet újabb olyan rész, ahol pincét találnak. Tegnap kora délután a posta előtti füves területen szakadt be a talaj, amikor a díszkivilágítást szerelték le a fákról. A helyszínre érkeztek a Pest megyei kutatómentő szolgálat munkatársai és a rendészek, akik a balesetek megelőzése érdekében lekerítették a területet. A keletkezett gödörről nem állapítható meg, hogy milyen mély vagy mekkora a kiterjedése, de valószínűleg egy nagyobb üreg pince lehet a föld alatt, áll a város honlapján található közleményben. Ez a rész, ez a, hogy már Kossuth-Lajos utca vége, ahol most a, hát nem most, már régóta van a posta épülete, ez beépített rész volt, tehát a városnak része volt, itt épületek voltak. Valamikor ez a Budai útnak a folytatása volt. Ez főleg a 1800-as évek, 1900-as évek elején épült be ez a rész, létesültek ott lakóházak, illetve voltak. A másik pedig, hogy egészen a mostani posta előtti parkig ért ki az a gödör, vagy nem tudom én, ilyen hasadék, amelyik a Dunától tartott. Tehát ennek egészen más terepviszonyai voltak, mint most. Úgyhogy, hogy mondjam, szükségszerű, hogy időnként előbukkanjanak. Lehet, hogy a mai technológiákkal majd föl lehet térképezni, hogy egyáltalán ne találjanak olyan pincét, de én úgy látom, vagy úgy emlékezem, hogy hát mindig előbukkan régi pince. Egyébként, ha már erről van szó, szerintem Szentendre fontos értékei is ezek a, ha nem is ez a bedőlt gödör, de azok a pincék, amelyek a város alatt vannak, aminek a hasznosítását eddig több ciklusban sem sikerült megtalálni. Egyrészt nem volt érdeklődés, másrészt nem könnyű, hogy meg ezeket hasznosítani, de én mindenképpen értéknek tartom, és fontosnak a megvédésüket. A tervek szerint a Szentendrei Rendészet a Pest megyei Kutatómentő Szolgálattal és a Szentendrei Tűzoltó Egyesülettel közösen tárják fel a teljes üreget, megvizsgálják az állapotát, kiderítik, hogy mekkora az omlás veszély. Ha sikerül átjutni a járatokon, akkor feltérképezik a teljes pincét. Visszafizetik a helyközi szolgáltatók a januárra megváltott diákbérletek árát kezelési költség nélkül teljes egészében azoknak, akik ezt legkésőbb január 18-áig kérik. Az intézkedést azért hozták meg, mert a kormány február 1-jéig meghosszabbította az online oktatást a középiskolákban, a szakképző és felsőoktatási intézményekben. Együttműködésre kérte fel a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a Barcsai Jenő Általános Iskolát. A koronavírus járvány miatt a január 23-ai központi írásbeli felvételi vizsgán egy teremben csak 10 diák tartózkodhat. Így még nagyobb térre van szükség, ebben nyújt segítséget az általános iskola. Heti 2 órában felvételi előkészítő órákat tartanak a 8. osztályos diákoknak a Barcsai Jenő Általános Iskolában. Ekkor a matematika, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak felvételi típusú kérdéseit gyakorolhatják a gyerekek. A továbbtanulás terén a mostani 8-osok nehezebb helyzetben vannak, hiszen nem mehettek nyílt napokra, és a középiskolák intézményvezetői sem tartottak előadást az általános iskolákban. A továbbtanulást illetően a beérkezett információkat elektronikusan továbbítják a szülőknek a tanárok. Az iskola pszichológusunk segítségével pályaorientációs foglalkozásokat tartunk nekik október és november hónap folyamán. Ezek a foglalkozások laza keretek között folynak, és elsősorban az önismeret fontosságára helyezik a hangsúlyt. Arról beszélgetnek, hogy már ebben a korban is érdemes elgondolkodnunk egy kicsit magunkról, és olyan döntéseket hozni, hogy kevesebb kudarc érjen bennünket, hogy a vágyunk
vágyaink, az érzéseink, a képességeink és a lehetőségeink összhangba kerüljenek, és valamilyen olyan pálya felé próbáljunk megorientálódni. Nagyon kedveltek egyébként ezek a foglalkozások, feltűnően ismerve ezt a korosztályt, feltűnően motiváltak, és mindig nagyon eleget tesznek a kezdeményezéseknek, és elgondolkodnak magukról a diákjaink. Egyébként mik azok az iskolák, amik így a legnépszerűbbek általában a barcsais diákok körében, ahová tovább mennek utána? Hát a városi iskolái, azok mindenféleképpen, és most nem is tudom ezt így felsorolni, de a harmadik kerülettel bezárólag, illetve Vácon van egy-két intézmény, amely nagyon népszerű, és jellemzően oda mennek a diákjaim. A harmadik kerületi középiskolákba, a gimnáziumokba és a Duna túloldalára. A felvételi keretei alapvetően nem változnak meg. Január 23-án a központi írásbeli vizsgával kezdődik. Ami változás, és ez a szervező középiskolák számára nehézség, hogy egy tanterembe csak 10 diákot lehet leültetni, ezért már kooperációra kért fel minket a szakképzési centrum is, mert nem tud annyi tantermet biztosítani, ahány felvételiző diák van, úgyhogy rendhagyó módon idén, ezen a szombati napon mi is kisegítjük őket, és tantermet biztosítunk, úgyhogy a Barcsaiban is írnak majd a diákok felvételit. A gyerekeket 10-esével helyezzük el a megfelelő távolságban egymással, vagy egymástól, amit kértek tőlünk, hogy a gyerekek megérkezése előtt legyen egy komoly fertőtlenítés azokon a helyeken, azokon a vízszisztens felületeken, ahol leülnek és amin dolgoznak, illetve a távozások után. A kooperáció mellett a Barcsai Jenő általános iskola intézményvezetője, dr. Bilonka Judit arról is beszámolt, hogy az intézmény tanárait és diákjait mennyire érintette a koronavírus járvány. Az iskolába 920 gyermek jár, és 85 pedagógus tanít. Nem jelent meg ez a betegség olyan nagy számban. A pedagógusainknak kevesebb, mint a negyedét érintette, az is egy viszonylag egészséges elosztásban, tehát nem egyszerre betegedtek meg, és ezért ez jól kezelhető volt, és osztályonként is egy-két tanulót érintett. Az általános iskolákban hagyományos oktatás van érvényben, azonban korábban egy hétre mégis bevezették ebben az intézményben is a digitális tanrendet, nem a koronavírus járvány, hanem egy megfázásos betegség hullám miatt. Ekkor kértük az operatív törzstől, hogy egy hétre a felső tagozat, csak és kizárólag a felső tagozat átálljon digitális oktatásra, és a szünet előtt egy hétig, illetve néhány napig három másik osztályunk tanult otthonról online formában. Egyébként az ilyen időközi versenyek, mert láttuk, hogy a Bolyai matek versenyen is részt vettek a diákok, azok ilyenkor másként működtek, vagy ugyanúgy részt vettek a diákok, nem volt ezekben változások? Ugyanúgy részt vettek, akik egy kicsit megijedtek, vagy nem voltak szemfülesek, és nem regisztráltak, mert ez is teljes mértékben online keretek között folyt, ők kimaradtak, de akik ezt komolyan vették, részt vettek ezen a versenyeken, és el lehet mondani, hogy a harmadik év folyamon kifejezetten sikerrel jelentkezett, vagy jelent meg két csapatunk is, és az országos döntő élmezőnyében végeztek. Nem csak a tovább tanuló diákok, de a leendő első osztályos gyermekek és szüleik is szokatlan helyzetben lehetnek, hiszen nehezebben juthatnak most információhoz. Megszokták, hogy mi a Barcsaiban két körben is tartunk iskola bemutatást, úgynevezett iskolába csalogatót. November végén rendszerint a gyermekek számára szoktunk egy nagy játékos kalandozást csinálni egy délután keretében, illetve a szülőknek egy beszélgetős fórumot tartunk, ahol feltehetik az érdeklődő kérdéseiket, illetve közvetlenül a beiratkozás előtt a leendő elsős tanítónénikkel találkozhatnak, hiszen számukra ez a legfontosabb kérdés még ebben az időszakban. Mivel ez a személyes találkozás most nem jöhet létre, ezt is egy kicsit át kellett gondolnunk és újra hangolnunk. Most nagy valószínűséggel azt tesszük meg, hogy a leendő elsős tanítónénikkel kis podcast formájú beszélgetéseket készítünk, illetve az intézményvezetők is ilyen formában, ilyen mini interjúkban beszélnek az intézmény általános jellemzőiről, és ez a honlapunkra felhelyezzük, és ez a beiratkozás előtt időszakban végig lekövethető lesz. A leendő első osztályosoknak még bőven van idejük kiválasztani a megfelelő intézményt. A középiskolai felvételi eljárás kezdete azonban egy hét múlva, január 23-án elkezdődik. Ezen a napon 10 órától írják a diákok a központi írásbeli felvételi vizsgát. Az intézmények február 8-án értesítik az eredményekről a tanulókat.
91. születésnapját ünnepeltek kedden, január 12-én Balog László, többi között Munkácsi Mihály díjas, a Magyar Érdemrend lovak keresztje, valamint Szentendre díszpolgári címmel kitüntetett festőgrafikus művész, Bajcsai Jenő és Konecsin György egykori tanítványa. A ma is termékeny alkotónak ezúton is jó egészséget, boldog születésnapot kívánunk! Végül a várható időjárásról. Többfelé várható havazás csütörtök reggelre is, később sokfelé kisüt a nap. Erős lesz az északnyugati szél, napközben 2 és 4 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Beszakadt a posta előtti park egy kis része kedden. A vizsgálat végéig a rendészek a területet elkerítették a balesetek elkerülése érdekében. Tömegközlekedés. Visszafizetik a helyközi szolgáltatók a januárra megváltott diákbérletek árát. Együttműködés. A Barcsai Jenő általános iskola segít a Petszet József szakgimnázium és szakközépiskolának a központi felvételiben. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Híreinket kövessék weboldalunkon is, a szentendre.media.hu/tv/szentendrén, ahol egy kattintással élőben nézhetik adásunkat. Maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik Testőr című magazin műsorunk. És ahogy bizonyára már mindenki tudja, a közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk friss hírekkel, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!